Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Hagymeleg várkonyhájában. Ma egy gluténmentes kekszreceptet mutatok nektek egy nagyon egyszerű valentinnapi díszítéssel, mert tudom, hogy a cukormázas dekorálással sokaknak meggyűlik a baja. A tészta száraz hozzávalói: 190 g mandulaliszt, 65 g kókuszliszt, fél teáskanál szódabikarbóna, 1 teáskanál vaníliaörlemény, csipet só. A nedves hozzávalók: 1 tojás, 2 evőkanál kókuszolaj, 85 g méz. Keverjük össze külön a száraz és külön a nedves hozzávalókat. Ha valakinek nincsen vanília őrleménye, csak esetleg pasztája vagy vanília eszenciája, akkor azt ne a száraz hozzávalókhoz keverje, hanem a nedveshez. Ha a mandulalisztben vannak csomók, akkor azt kézzel morzsoljuk szét. Kezdjük el aplánként a lisztes keveréket hozzáadni a nedves hozzávalókhoz. 2-3 részbe adjuk hozzá, ne egyszerre, és mindig alaposan keverjük át. A végén már majd csak kézzel fogjuk tudni összegyúrni. Ha összeállt a tésztánk, csomagoljuk folpakba és minimum fél órára tegyük hűtőbe. Ha letelt a fél óra, kezdjük el kinyújtani a tésztát. A tészta vastagsága 4-5 mm legyen, és kezdhetjük is kiszaggatni. Most szívecskés a Valentin nap alkalmából, de amúgy bármikor bármilyen formát választhatunk. 175 fokon 8-10 percig süssük világos színűre, már ne hagyjuk, hogy megbarnuljon a tészta. A glazúr hozzávalói: 90 g vaj, 10-15 ml tej, 1 evőkanál agave-szirup, és itt én liofilizált málnát használok, de nem sokára mutatok egy egyszerűbb verziót is, de ezt is érdemes kipróbálni, mert nagyon különleges ízt ad neki. A málnát összetöröm egy mozsárban, ez egyébként fagyasztva szárított gyümölcsöt jelent a liofilizálás. Porrá őrlöm, na itt az ételfesték, ami helyettesítheti, ha valaki nem jut hozzá a málnához. Hozzáadom a vajhoz az agave-szirupot, és apránként nagyon kevés tejet fogok hozzákeverni, és próbálom az egészet habosra kikeverni. Nem lesz egyszerű a tejjel a vajat kikeverni, de türelem kérdése. 1-2 evőkanál tejnél biztosan nem fog több kelleni, ha már látjuk, hogy krémes, akkor ne adjunk hozzá többet. Az a lényeg, hogy ne egy sima teavajat kenjünk rá a süteményre, hanem mégis lazítsunk rajta, tehát vajkrém tejjel lazítva. Én megfeleztem a krémet, hogy meg tudjam mutatni, hogy milyen a liofilizált málnával színezni, és milyen az ételfestékkel, mert nyilván nem mindenkinek áll rendelkezésére ez a fajta színezőanyag. Aminek egyébként az íze is nagyon finom, tehát egy pluszt ad hozzá, míg az ételfesték nem. Itt nem lesz szükség semmilyen eszközre a díszítéshez, mint a cukormáznál. Tehát ilyen kis írókára, ezt simán egy kis késsel vagy kanállal felkenhetitek a kekszre.
készen vannak a krémek. Ha kihűltek a kekszek, kezdjük el a díszítést, de csak akkor, ha teljesen kihűltek, mert ez tulajdonképpen egy vajkrém, és hát nem lenne jó, ha leolvadna a kekszről. A málnás vajkrémet málna darabokkal, az ételszínezékes vajkrémet pedig kókuszreszelékkel fogom díszíteni, hiszen a kekszhez is használtunk kókuszlisztet. Ha tetszett a recept, készítsétek el ti is a szerelmeteknek. Nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek. Sziasztok!